Zoltán Tamás vagyok, rengeteget olvasok és rengeteget beszélek, például most is. Hello und welcome! Köszönöm, hogy itt vagy ma is velem. Most érkeztem haza Vácról, és hát jól megrottyantunk ebben a melegben, de már annyi üzenet érkezett az Instagramon, hogy muti, miket zsákmányoltál, hogy ezeket most gyorsan megmutatom, még egyik könyvet sem tisztítottam meg. Mindenek előtt köszönettel tartozom a váciaknak. Elsősorban Szilvinek, aki vállalta, hogy a mi idegenvezetőnk, guide-unk lesz ezen a napon. Lehet, hogy jól megbánta. Nem, egészen emberi módon kultúráltan viselkedtünk. És köszönöm mindazoknak, akik csatlakoztak ehhez az utazáshoz, és jöttek könyveket menteni, könyveket zsákmányolni. Várjál, mert a macska már megint itt dobzódik, és akkor lerántja nekem a kameraállványt. Szóval mindenkinek köszönöm, aki jött, és ott volt végül, hatan ott el bókláztunk ebben a városban. Én ismerem Vácot elég jól, de így is tudott nekünk Szilvi olyan helyeket, olyan dolgokat mutatni, ami teljesen újként hatott rám. Mi minden történt? Foglaljuk össze gyorsan. Mindenek előtt jártunk egy, vagy megnéztünk egy telefonfülkét, amit átalakítottak ilyen könyvcserebere cuccra, hogyha oda beteszel egy könyvet, akkor ki is vehetsz egyet belőle. Itt látod. Ott nem találtam olyasmit, ami számomra izgalmas lett volna, vagy aminek itt lenne a helyen a polcon. Másrészt nem is vittem magammal semmit, amit betehettem volna a helyére. Aztán elmentünk egy, azt hiszem az a hely neve, hogy a Bagoly Antikvárium. Ez egy nagyon pici, de atyaik, hát ez egy csoda, ez az antikvárium. Ez az igazi, amikor a szót meghallom, hogy antikvárium, akkor ez jut eszembe. Nagyon pici, nagyon zsúfolt, de igazi kincsekkel volt tele. Főként nagyon régi könyveket tart a tulajdonos, egészen döbbenetes csoda könyveket. Le a kalappal, mert tiszták a könyvek. Rendezett az egész helyiség. Mindennek megvan a helye, föl tudsz menni a galériára, ott is tudsz matatni. Javarészt régi könyvei vannak, régi és főként magyar kötetei vannak ennek a helynek, a Bagoly Antikváriumnak. Érdemes oda benézni. Hát árban ilyen-olyan van, ami egészen döbbenetes, ilyen 10.000 forintokért volt, de közben voltak egészen jó áron is könyvek. Az első, amire ott lecsaptam, az... Hol van? Ez egy olyan könyv, amit én már régen nézegettem, és eddig még nem sikerült begyűjtenem. A Magyar Nemzeti Tankönyvkiadó adta ki. Vöröstől Vörösről ez a könyv címe, és egészen meglepő módon Vörös Sándorról szól. Vannak benne egyrészt az ő versei is, de mindenféle jegyzetek. Kíváncsian várom ezt a könyvet, és nagyon örülök neki, és egészen baráti áron jutottam hozzá. És amíg a lányok ott matadtak és keresgéltek mindenféle kincseket, addig csak föltettem már nagy kérdést a tulajdonosnak, hogyha itt annyi régi magyar könyv van, nincs véletlenül forró pár. És kivételesen nem azt a választ kaptam, amit szoktam, hogy kicsoda, vagy azt, hogy az sosincs, hanem azt mondta a pasas, hogy szerinte van egy, csak meg kell keresni. Hosszan kereste, már rá is szóltam kétszer, hogy hagyja, hát annyira nem, ugye minden polcot leszedett, átnézett turkát, látszott a szenvedély és a tűz az ő szemében, hogy ez most egy kihívás számára, és egyszer csak odaadta nekem. Forró Pál kötete, Archibald Rice éjszakái, 1928-ból azt hiszem, ez a Rozsnya is sorozatból, amiből főként a Forró Pál köteteim vannak, és nagyon szép. Már hogy úgy kell mondanom, hogy ezt olcsón kaptam, tehát hogy akár a Libri vagy Bookline antikváriumos Forró Pál kötetekhez képest is olcsó volt. Gyanítom, hogyha oda kerülne, akkor az jóval többbe kerülne. Majd ennek a videónak a végén azért 5 percre beszélnék egy libris antikváriumos zsákmányról is, ezzel az Instagramon már felháborodást keltettem tegnap, de most itt is megmutatom majd. Szóval
Hát, hogy milyen boldogság ez, hogy Vácon egy antikváriumban ott várt rám, és nagyon szép állapotú, nézd meg, hogy tök tiszta, nem poros, nem dzsuvás. Hálás vagyok érte, ilyen kis dombor, dombor, mű az ő eleje. Archibald Rice éjszakái. Hát nagyon örülök. Nye. És akkor ebből az antikváriumból átsétáltunk az utca túloldalán levő Líra könyvüzletbe, de nem az általunk megszokott Líra könyvüzlet, ezt Y-nal írják, ahol, mint kiderült, már vártak minket, és kiderült, hogy ennek a könyvesboltnak a tulajdonosa, ha jól emlékszem, Kinga, ő figyeli az én videóimat is, és várt, és hogy szerinte ez egy tök jó dolog, hogy bemutatjuk ezeket az antikváriumokat is. Úgy kell elképzelni ezt az üzletet, hogy háromszintes. A középső, a földszinten vannak az új könyvek, az egy ilyen normál könyvesboltként működik. Alul és fölül viszont antikváriumi. Egyrészt ritkaságok vannak, másrészt olyan régiségek, amik, de nem, tehát itt nem a nagyon könyvritkaságok, meg a vagyonokért kapható könyvek. A pesti antikváriumoknak az átlagára, vagy annál egy picit volt szerintem drágább, mint az itteni antikváriumok, de azért voltak itt is csodák. Például én nagyon szeretem Boleszláv Prusz, vagy Prusz, sose tudom, hogy ejtik, től a Fáraó című regényt, és már régóta nézegettem, hogy a Bábút valakik ajánlották, és jól meg kéne már szereznem valahonnan. Itt most megtaláltam a kétkötetes regényt a Világirodalom remekei sorozatban, és nagyon szép minőségben. Így néz ki. Nem túl sokat látsz belőle, de tudod, hogy én nagyon szeretem ezt a sorozatot. Azért tudhatod, mert ezt rendszeresen elmondom. Szóval a Bábú két kötetben megérkezett ide hozzám. Frigyes meg, kicsit menj el le. Ott integessen is. Hello! Úgy, majd mindjárt beszélgetünk. Szintén az antikváriumból származik Kosáriné Réz Loláról. Én már régóta szeretnék nektek bővebben beszélni. Lehet, hogy már ilyen említés szinten mondtam róla ezt, azt, amazt. Az ő nevét én úgy ismertem meg, hogy ő fordította az első kiadású Agatha Christie közül jó néhányat magyarra, de hát ő írt is regényeket. Kicsit ilyen romantikus, de számomra nagyon szerethető regényeket. Van is néhány itt a polcon. És ebből most megint találtam kettőt. Ez a melyik kiadó volt ez? Garabonciás kiadó adta ki 89-90-ben. Az egyiknek az a címe, hogy az Álom, másik pedig a Filoména. Kosáriné Réz Lola. Lehet, hogy egyszer majd bővebben beszélek róla, de gyanítom, hogy ti ott a túloldalon jobban ismeritek már Lolát, mint én. Hogyha van vele kapcsolatban tapasztalatotok, vagy emléketek, vagy élményetek, akkor kérlek, hogy írjátok majd itt le. És akkor egyszer csak így megláttam még egy könyvet, ami nem az antik régi könyvek között szerepelt, ráadásul olvasatlannak tűnik, de mégis ott volt antikvárium részlegem, Duba Gábor barátom könyve, a Szabadon foglak című kötet, és akkor gyorsan küldtem is neki egy üzenetet röhögve, hogy Gábor, te már antikvárnak minősülsz, mire válaszolt, de még élek. És erre én reagáltam, hogy sőt, én is. Duba Gábor nevét hát leginkább talán slágerekből lehet ismerni. Nagyon sok, nagyon nagy magyar slágernek ő írta a dalszövegét. Most a Bombontól a Brit, tudom én sorolhatnám, nem vagyok annyira jó magyar aktuális slágerekben, de ő tényleg egy nagy ismert slágerszerző, meg musicalt is írt már annak a szövegét, és hát, mint tudjuk, regényeket is, illetve köteteket. Ennek az a címe, hogy Szabadon foglak. A fülszöveget azért elolvasom. Azért beszélek így róla, mert nem olvastam még, de majd most fogom. A nevem tudták, az arcom ismerték, de csak én tudtam ki, és mi van mögötte. Csak azért illeszkedtem be mindenhol, hogy ne lássák, valójában kilógok a többiek közül. Másként gondolkodtam, és másként láttam a világot, mint a többi 18 éves.
Egy nap mégis rátalált valaki a hozzám vezető útra, mindent nekem adott, és aztán el is vette tőlem. A sokból megértettem, hogy minél több olyan pillanatot kell megélnem, amely éppen akkor jó, eltalál, felráz, vagy rendbe tesz. Minden ajtón benyitottam. Pont, 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 pont. Nagyon kíváncsi vagyok Duba Gábor könyvére. Nem gondoltam, hogy ezt a Vácon fogom egy polcon megtalálni. Antikvárként szabadon foglak, Duba Gábor. És azt hiszem, hogy nagyjából ennyi, tehát tényleg visszafogtam magam. Nem kellett ez erőszakot elkövetni, mert nagyjából ennyi volt, ami számomra izgalmas volt, pedig hosszan, órákon keresztül turkáltunk, de egyrészt vagy már megvannak azok a könyvek, vagy nem éreztem különösebb ingerenciát, hogy hazahozzam, de ez így is egy szép zsákmány volt, azt gondolom megérte elutaznunk Vácra. Szilvi megmutatta nekünk a városháza nagy termét is, bolyongtunk a városban erre, arra, amarra, üldögéltünk, trécseltünk, tracsoltunk a Dunaparton, nagyon, nagyon helyes társaság jött össze, mutattok egy könyvet, ezt kaptam, Vivi-től kaptam a könyvet, Irvin D. Yalom, a Schopenhauer terápia ez a kötet címe. Valamiért Vivi úgy gondolta, hogy erről én jutottam eszébe. Köszönöm, Vivi, hamarosan elolvasom, és majd be is számolok róla. Sőt, még könyvjelzőt is készített nekem, amit majd egyszer meg kell fejtenem, hogy tulajdonképpen mi van rajta. Én megfejtem. Szóval nagyon helyes csapat gyűlt össze. Nem volt senki, aki így kilógott volna. Tök jó pofák voltak, elröhögcséltünk. Én nagyon szerettem látni mindenkinek a tekintetében a szenvedélyt. Nagyon jó könyveket is zsákmányoltak a többiek, és hogy azért mindegyiket leellenőriztem, tehát mondtam, hogy olyan könyvet senki nem visz haza, amit én nem vállalnék. És hogy fiatal csajok is azért a Gárdonyira úgy rápördültek, hogy csak na. Egyiküket sem kellett megfenyegetnem, ezért mindenki szabad akaratból válogatott. Szóval nagyon jó hangulat volt, ezt tudom elmondani erről a mai alkalomról. Még egyszer mindenkinek köszönöm, aki jött velünk, vagy aki ott csatlakozott hozzánk, Fótról, meg 60-ból, meg innen, onnan, amonnan. Jó volt, folytatjuk hamarosan, 15-én Nyíregyházára megyek. Vagy megyünk, ha valakinek van kedve, akkor jelezzem. Na, és akkor ezt még szerettem volna megmutatni. És ezt már elmondtam, hogy én nem szeretek a Bookline per Libri antikváriumból vásárolni, mert rendszeresen pofára esem. Aztán többen üzenetben lecsesztetek, hogy ez nem igaz, mert mindig tök jó minőségű könyvek érkeznek. Na most mutatok nektek, hogy csak ott találtam meg Forró Páltól a Kamaszlányok című kötetet. Tudom, elegetek van a Forróból, nem baj, akkor is végigmondom most már. És hát az interneten látott fotón egy tök jó állapotú könyvet láttam. Ehhez képest megmutatom mindjárt egy fotón, hogy mit kaptam. Figyelj, ragadt a dzsuvától, a szutyoktól, a mocsoktól. Gusztustalan volt. És akkor jól lesikáltam, mivel ez egy vászonkötésű kötet, ezért ez viszonylag egyszerű volt, mert a könyv részét ráhúztam egy nejlonzacskót, és magát a borítót egy jó szappanos kefével lesikáltam, és egész elfogadható kötet lett belőle, de itt megmutatom nektek az ilyen volt, ilyen lett verziót. Ha ez a könyv máshol is kapható lenne, akkor ebből valószínűleg balhét csináltam volna, hogy ez konkrét átverés, hiszen nem azt kaptam, amit rendeltem. Nem egy retkes, szutykos könyv volt a fotón a neten. Viszont sikerült, ja, azt még elmondom, mert hogy ez ugye nem, tehát valahonnan oda került, hogy hol bánnak így a könyvekkel, úgy hívják, hogy könyvbirodalom antikvárium, tehát ott volt ilyen iszonyatos ótvar állapotban, és így adták el, mert arra ezek szerint nem volt idejük, hogy kicsit lepucolgassák a könyvet, de azért eladják. És ott egy másik kincset is bezsákmányoltam, legutóbbi videóban is beszéltem nektek Yvette Gilbertről, illetve hogy megtaláltam az egyik vidéki antikváriumban az ő magyarul megjelent könyvét, és akkor így a Libri antikváriumon keresztül hozzám jutott. 1904-ben jelent meg ez a kötet, nézd csak.
128 éves, gyorsan kiszámoltam. A deszkák hősei a címe, és ilyen nagyon cuki. Hát itt 1904-es, tehát annyira nem lehet jó állapotú, de közben meg egész jó állapotban van még mindig. És el is olvastam pikpak. Nem csodálom, hogy Yvette Gilbert színésznőként és énekesnőként lett világhírű, íróként nem annyira, hát hiszen nem volt ez annyira jó, de izgalmas volt, meg kultúrtörténeti szempontból is hasznos ez a könyv, meg számomra nagyon izgi volt. Ő ugye Moulin Rouge énekesnője, komikája volt, és arról a világról írt egy ilyen kis romantikus regénykét, egy ottani tehetségtelen énekes nő, aki keresi a szerelmet és a párját, róla szól ez a nagyon vékonyka kis regényke, Yvette Gilbert, a deszkák hősei, és ez a tolnai világlapjához járt ajándékba, és itt belül írják is, hogy aki tolnai világlapját előfizeti, annak egy ilyen kötet jár ajándékba. Hát mennyire szép. Egyébként ma ott a Váci Kincses Bagoly Antikváriumban találtam ebből a sorozatból még egy másikat is, de az nem Yvette Gilbert volt. Ott hagytam. Na, ennyit szerettem volna egy Vácról nektek tőmondatokban beszélni. Még egyszer köszönet mindenkinek, aki ebben így vagy úgy részt vett. Lehet csatlakozni a következőhöz, 15. Nyíregyháza, és lehet, hogy Debrecen is lesz belőle, ott plusz két booktuberrel találkozhattok, Enikővel, zárójel Enikő olvas, illetve Dórival, zárójel ülj le mellém. Kíváncsi vagyok, hogy onnan mi mindent sikerül majd haza hoznunk. Köszönöm a figyelmet, meg a szeretetet, meg a feliratkozást, meg az is jó volt, hogy amíg mi ott voltunk, és posztolgattam ki az Instagramra fotókat, addig folyamatos érdeklődés jött, hogy jaj, miket vettetek, de kár, hogy nem vagyunk ott, stb. Legközelebb mennék veletek, aha, ért, lehet jönni. Tehát akik ma ott voltak, látták, hogy nem eszem embereket, vegánként embert nem eszem, és hogy tök jó volt eltölteni egy fél napot együtt. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt most is. Valahogy kezdjünk magunkkal valamit ebben a rettenetes melegben. Találkozunk hamarosan. Köszönöm mindent. Szia!